Sziasztok! Ebben a videóban 5 frizurát fogok nektek megmutatni, amikhez csak egyetlen egy hullámcsat kell. Szerintem minden lány tudja, hogy a hullámcsatok azok gyorsabban fognak el, mint egy rágó, amit kinyitsz a suliban. Tehát amikor megveszek mondjuk egy 10-es vagy 15-ös csomagot, akkor 2 héttel később már nézem, hogy hova tűntek a hullámcsatok. És a legviccesebb az, hogy amikor utazom mondjuk apukát kocsijában, mert nálam ez szokott lenni, hogy amikor ott utazom, akkor csak úgy random találok egy hullámcsatot a kis pénztartóban. Vagy nem tudom, a táskám legmélyén szoktak lenni, néha a farmerem zsebében, de úgyhogy nem is emlékszem, hogy oda raktam, mert mindig figyelek arra, hogy visszakerüljön este a helyére, a fürdőszobába, de aztán mégis valahogyan eltűnnek, szóval szerintem ezek maguktól elmászkálnak, és én még nem fedeztem fel a módját annak, hogy hogyan lehet ezeket örökre megtartani, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy olyan frizurákra lenne szükség, amikhez mondjuk csak egy hullámcsat kell, ugyanis egyet megtartani nem olyan nehéz, vagy hogyha éppen találsz egyet, akkor eszedbe juthat, hogy láttam egy tök jó frizura ötletet egy hullámcsattal. Az elkészítésük ezeknek a frizuráknak nagyon gyors, úgyhogy akár a suliba is el lehet készíteni reggel, akár egy buliba, hogyha nem szeretnél sokat vesződni a hajaddal, akár hogyha suli után mész valamilyen eseményre, és szeretnél mondjuk egy elegánsabb frizurát, akkor ahhoz is mutatok majd nektek egy taktikát. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és kezdjük is! Az első frizurához a fejünk tetejéről kell egy tincset elválasztanunk, és ezt elkezdjük befonni, de úgy, hogy mindig, amikor egy tincset átrakunk a másikon, akkor hozzáveszünk egy kis hajat oldalról. Amint látjátok, most éppen alulról veszem hozzá, aztán a következőhöz pedig felülről, és így fonogatjuk szépen addig, amíg végül elérünk kb. A fülünkig. Berakjuk az egyetlen egy hullámcsatunkat, és készen is van ez a frizura, ami egy kicsit feldobja a sima kiengedett hajunkat. A következő frizura egy cop lesz, ami bár nem lesz olyan fix, hogy akár a tesi órát lefussuk vele, viszont, hogyha például az órán zavar a hajunk, akkor elkészíthetjük nagyon egyszerűen, ugyanis hát cofból csak alulról ki kell választanunk egy viszonylag vastagabb tincset, és ezzel fogjuk körbetekerni a hajunkat, úgy, mintha egy hajgumi lenne. Amikor a tincs pedig elfogyott, akkor alul a cof alatt elcsatoljuk, és így sem a csat, sem a kilógó haj nem fog látszódni, amint látjátok, azért elég szorosan megtartja a hajamat. A harmadik frizurához először az egyik oldalról kiválasztunk 2 tincset, és ezeket összecsavarjuk, addig, amíg a tincseket végig nem csavartuk, és ezután a fejünk hátulján eltűzzük az egyetlen egy hullámcsatunkkal. Majd pedig a másik oldalról is ugyanolyan vastagságú 2 tincset kiválasztunk, és ezeket is elkezdjük összecsavarni. Mikor ezeket is végigcsavartuk, akkor hátravezetjük oldalt a fejünkön. A hullámcsatot, ami eddig a másik tincset tartotta, kiveszem, és a 2 nagyobb tincset ugyanúgy elkezdem összecsavarni. Miután nagyjából 2 csavartam rajtuk, elcsatolom, és így megelőzöm azt, hogy szétjöjjenek a tincsek. A negyedik frizura egy konyt lesz, amihez ugye össze kéne fogni a hajamat, ezt úgy fogom elkészíteni, hogy összefonom a 3 tincsre szedett hajamat, viszont a fülem alatti részen nem fonom be, tehát egy kicsit ilyen lazább fonat lesz. Ezután a fülem alatt egy lyukat alakítok ki a hajamon, itt fogom áthúzni a fonatot, és akinek hosszabb haja van, mint például nekem, az át tudja húzni akár 2-szer is, vagy nyilván vannak, akik 3-szor is.
tehát ezt húzogatom addig, amíg végül egy ilyen picike tincs marad, és ezt a fülem alatt elcsatolom. Nyilván több hullámcsattal még biztosabb ez a fonat, de így is szerintem nagyon szép és viszonylag elegáns. Az utolsó frizurához oldalt fogom elválasztani a hajamat. Hasonlítani fog ez a frizura az elsőhöz, csak a fonatot most úgy fogom elkészíteni ebből a nagyobb tincsből, hogy egyrészt ugye följebb kezdődik a fejemem, és másrészt alulról nem veszek hozzá tincset, amikor átfonom, hanem mindig csak felülről, tehát amint látjátok, most például felülről hozzávettem, viszont alulról csak simán áthajtom. Ezzel a fonatot beépítem úgymond a hajba, és ezt ugyanúgy fonom addig, amíg a fülemhez nem érek, és ott pedig elcsatolom. Ennyi lett volna ez az öt frizura. Mindegyik frizura, amit elkészítettem, tehát a copf is és a konty is, főként ezek, nem olyan tartósak, tehát ez nyilván nektek is lejött belőle, hogy ahhoz tökéletesek, hogy például a tanúrán összefogd a hajadat, amikor dolgozatot érsz és bezavar, vagy egy ilyen fonat mondjuk tartósabb, tehát én azt mondom, hogy akár egy buliba, akár csak egy délutáni eseményhez tökéletesek, viszont mindenképpen tartsatok magatoknál több hullámcsatot, ugyanis, hogyha ennél a fonatnál is mondjuk inkább 2-3-at raktok a hajatokba, akkor az annál tartósabb lesz, és ugyanígy a konyhnál is sokkal biztonságosabb lesz, hogyha több csattal rögzítitek, úgyhogy ezzel én inkább csak egy alapot akartam nektek bemutatni, hogy ez az öt frizura ez egy hullámcsattal is elkészíthető, de minél jobbra szeretnétek, és minél tartósabbra, annál többet érdemes használni hozzájuk. És tudom, hogy már december van, úgyhogy remélem senki nem fog kiakadni, hogy miért nem karácsonyi videót töltöttünk fel, ezek is el fognak érkezni, ugyanis már jövő héttől beindul a nagy karácsonyi készülődés, és Panni is, meg én is, meg talán még közösen is jövünk olyan videókkal, amik karácsonyi témájúak, úgyhogy ne aggódjatok, mert lesz dekoráció, meg ajándék, ötlet, meg minden, úgyhogy remélem, hogy azokat is nagyon várjátok, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!